Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. E felirat alatt várták volna önöket, kedves leendő diákjaink és szüleink, a Szilveszter János Református Gimnázium mai 2020. október 5-i első nyílt napján, hagyományosan ilyenkor kezdjük a nyílt napokat, és valamikor karácsony tájékán fejezzük be. Most ez a személyes találkozás nem lehetséges, hiszen a COVID-19 és a rendelkezések megakadályoznak ebben bennünket. Szeretnénk most digitális formában eljuttatni mindazokat az információkat önökhöz, amelyeket személyes jelenlétükkel könnyebben megszerezhettek volna, és talán alaposabban is tudtak volna tájékozódni, mint így ebben a formában, de megkíséreljük, nyilván a teljességet nem tudjuk megtenni, de megkíséreljük, hogy részletekben bemutassuk az intézményünket. Először az induló képzéseinkről szólok. Újra indítjuk, ismét indítjuk a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályunkat. Itt a 7. évfolyamon kezdjük az első nyelvvel, 8. évfolyamon latint tanítunk, 9. évfolyamon kezdjük a második nyelvet. Ez azt teszi lehetővé, hogy diákjaink szinte mindig előrehozott érettségit tesznek a 11. évfolyamon, így a 12. évfolyam rendelkezésükre áll a nyelvvizsga megszerzésére. Indítjuk a 4 évfolyamos emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi osztályunkat. Itt 2 idegen nyelvből, angolból és németből lehet első nyelvként választani, majd második nyelvként angol, német és olasz szolgál választékul. Természetesen itt is az előrehozott érettségi, nyelvi érettségi, a 11. évfolyamon általános, így aztán diákjaink többsége 12-ben nyelvvizsgát tud tenni. A technikumi osztályokban, az 5 évfolyamos technikumi osztályokban 2 irányunk van, az egyik a gyakorló ápolószak, a másik a szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szak. Itt egy nyelvet tanítunk, de bejön második nyelvként úgymond az orvosi latin is, hiszen ehhez a szakokhoz ez mindenképpen szükséges. A szórólapon, amelyet eljuttatunk az iskolákba, természetesen sokkal részletesebben tudnak tájékozódni, illetve a honlapunkon mindig tájékoztatjuk önöket az aktuális ügyeinkről. De hogy közvetlenül is lássák, hogy mi minden történik itt, szeretnénk önöknek bemutatni, ugyanúgy, ahogy tavasszal megtettük az úgynevezett online ballagáson, hogy elbúcsúztattuk a diákjainkat, szeretnénk megmutatni a rendkívül innovatív és ötletgazdag tanári kar tagjainak az óráit, és szeretnénk őket is bemutatni önöknek egy-egy villanással. Természetesen ez nem helyettesíti azokat az óralátogatásokat, amelyeket önök tennének itt, de most erre kell fanyarodnunk. Kérem tehát, hogy jöjjenek velünk egy kis látogatásra, és bízom benne, hogy ez a virtuális látogatás egyszer majd valóságossá is válik. Kedves leendő diákjaink és kedves szüleik! Mint egyetlen nyílt napunkon sem, most sem kirakat órákat látnak. A mindennapjainkat szeretnénk bemutatni úgy, ahogy minden nap történik itt a Szilveszter János Református Gimnáziumban. Az órákat nem profi kamerával, hanem ezzel a kis telefonnal veszem fel, attól se várjanak tehát igazi profi bemutatást. De a tantestületem tagjai mégiscsak profik, és ezt önök is látni fogják. Ha nem tudják egészben megnézni ezt a filmet, hiszen reményeim szerint több lesz, mint egy órás, akkor részletekben is megnézhetik, az külön fent lesz a honlapon. A
Szünetekben pedig kitettem egy kamerát az aulába, és a diákjaink ott is megszólalhatnak, és mondhatnak véleményt az iskoláról. Engem pedig, hiszen magamat nem tudom fölvenni, egy korábbi óráimon diákjaim vettek fel. Így aztán az egész tantestületet láthatják ezen a nagyon-nagyon furcsa első online nyílt napon.